Teszem föl, és akkor... Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a megjelenteket itt a Wesley János Lelkészképző Főiskolán. Én Iványi Gábor vagyok, a főiskola rektora. Egy hozzánk telepített kutatás, a magyar filozófia 1990 előtti évtizedekben ez az Interco SSH projekt része, és ahogy itt olvastam, a magyar láb, a Wesley, ahol Karádi Viktor és Nagy Péter Tibor irányítják ezt a kutatást, és én a magyar láb nevében lábatlankodom itt néhány percig, és talán a magam emlékeiből a 90-es évek előtti időszakból azt mondhatom, hogy abban az időben a filozófusok, a költők, a szociológusok és mondjuk Hoffi Géza, ők voltak azok, akikre igazán figyeltünk, és nagyon szép, jó sorozatok jelentek meg a filozófia klasszikusaitól, amit az ember akkor is megvásárolta, mint én, csak a féle tanulatlan lelkipásztorként nézett bele a világba, és ami elindult és a rendszerváltáshoz vezetett, abban meglehetősen fontos és nagyon jól mérhető szerep jutott a filozófusoknak, és én ezt szeretném ebből az alkalomból megköszönni, önöknek pedig kiváló jó tanácskozást kívánni, és kifejezni azt az örömömet, hogy a Wesley még lábon van, és még helyet adhat ilyen rangos eseményeknek. Jó munkát kívánok! Ilyenünk Boros Gábortól tartani az előadását, én azt hiszem, hogy itt bemutatásra nincs szükség. Köszönöm szépen. Tisztelt rektor úr, hölgyeim és uraim, kedves barátaim, de ezt hadd mondjam így az egész filozófus közösség nevében, a különösen akik itt összegyűltünk, hogy nagy köszönet illeti a Wesley János Főiskolát azért, hogy megrendezte ezt a konferenciát, helyet adott ennek a fajta önreflexiónak,
amelybe most megpróbálunk belebocsátkozni, hiszen a filozófia mai hányattatott helyzetében gondolom elég fontos, hogy pontosan lássuk, hogy mik voltak azoknak az utóbbi évtizedeknek az eseményei, amelyek hát sok egyéb lehetőség kivontása helyett pont ebbe a stádiumba vezettek bennünket. Hát ez általánosság után de a zavaromnak adok mindjárt hangot, hiszen félig vártam, félig váratlanul olyan hallgatók ülnek itt velem szemben, akik ezt az időszakot aktívan élték végig. A Munkácsy Gyulának munkatársai voltak, közeli rokona szólván, és szeretettel köszöntöm is Munkácsy Lászlót, aki eljött és megtisztelte ezt a programot jelenlétével. Én pedig hallgató voltam, ugye ez egy teljesen más perspektíva, tehát ugye a történetnek én egy bizonyos pontján kerültem bele, gondolom ezt egy ilyenfajta előadás, vagy ilyen megemlékező visszatekintés kapcsán ezt érdemes elmondani, tehát nem szeretnék úgy tenni, mint hogyha egy történész volnék. Se úgy nem tennék, mint egy történész, aki számára adottságok vannak, amelyeket kibogarálsz, és összerak valamilyen rendbe. Se úgy nem tennék, mint egy tipikus filozófus, aki ugye nem a Gegebenheit, nem az adottság, hanem az Aufgegebenheit, a feladatként próbálja összegyúrni egy eszévé mondjuk azt, amit maga előtt talál. Tehát valahogyan egy ilyen furcsa helyzetben vagyok, hogy egyrészt ti, önök jobban tudják, hogy mi történt, másfelől pedig én a saját perspektívámból tudom, mert ezt a saját perspektívát is osztom Laki Jánossal, akivel ugye együtt kapcsolódtunk be a történetnek egy bizonyos, például Kovács Gábor, bocsánat. Tehát a történetnek ennek a bizonyos pontján. Jó, de ennyit mentegetőzésképpen. A feladatomat én úgy értelmeztem, hogy nem valamifajta újdonságot fogok elmondani, vagy szeretnék elmondani, hanem egy kicsit olyan ez, mint amikor a Spinoza, van egy német Spinoza Gesellschaft, a társaság, amelynek az ülésein néha azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen miért is jövünk össze, hiszen mindenki kívülről tudja Spinoza összes sorát, tehát akkor végül is miért. De rájöttem, hogy van az ismétlésnek, a felidézésnek egy olyan közösségképző szerepe, ami nagyon fontos tud lenni, egy Spinoza társaság esetében is, ami több oldalról is fenyegetett filozófus közösségünk szempontjából szintúgy legalább annyira. Jó, tehát Munkácsy Gyula és az újkori művelés megjelenése a 70-es, 80-es években a címe. Nyilván nem fogom annyira az újkori filozófia művelését. Igen. Inkább a Munkácsy Gyula általános szerepére szeretnék ebben a nagyon rövid időben koncentrálni, és akkor természetesen majd kérem, hogy egészítsetek ki, vagy helyesbítsetek, amit mondok. A legtöbbünk számára Munkácsy Gyula a filozófia oktatók továbbképző központja, majd később posztgraduális központ, ugye van filozófiai posztgraduális központ, ugye a 90-es, 91-től talán, ugye ebből a szempontból levált ismerős szerint. A története azonban azt hiszem, hogy tehát a történet megértéséhez szerintem fontos korábbról kezdeni. A 40-es évek második felétől, amelyben Munkácsy Gyula Makón született, és a gimnáziumban egy ilyen furcsa élménynek érték, ugye hol az egyik fél ragasztatta le vele a német könyvnek a Heinéről szóló fejezeteit, hol a következő egy másik irányból ragasztatta le, és ahogyan a
Miklós Tamás kérdésére egy interjúban mondta, egy ponton szinte az egész könyv le volt már ragasztva. Ugye, tehát, hogy az alapélménye ez a kettőség volt, amelyben eligazodni kellene, tehát nehéz az egyik vagy a másik oldalra állni, és sokkal inkább a feladat az eligazodás és a tájékozódás. Ez persze lehet, hogy már későbbi időkről gondolkodva vetítem vissza ebbe a történetbe, de hadd próbálkozzam meg azért vele. Még egy epizód, amelyet szintén az interjúban említ, bár kifejtetlenül említ, csak céloz rá, de azért érteni lehet, de hát itt vannak azok, akik ezt pontosan tudják körünkben. Tehát volt egy 2 éves periódus, amelyre az interjúban a betegségként utal, ugye, hogy ez késleltette az ő egyetemi pályakezdését. Most ez a betegség, ezt különböző családi forrásokból is részben hallottam, hogy ez a betegség ez nem valamilyen természettől adódó betegség volt, hanem erre utal is az interjúban, tehát kifejezetten politikai nézetekből fakadó rendőrséggel való nem a legkellemesebb kapcsolat maradványa volt. Tehát ő benne van egy, volt kezdettől fogva egyfajta, ha én jól értem, akkor polgári, ha jól értem, akkor talán vallási megélt, valamilyen szinten megélt, vagy megélni kívánt vallási mozdulat, miközben, de pont az interjú tanulsága szerint a tőkét olvassa már, és a tőkét valami fajta, tehát az emberi, a döntések megalapozása szempontjából olvassa, tehát mik azok, amik az ember döntéseit megalapozzák, hogyan lehet, meg az elidegenedés, ugye? Tehát, tehát egyszerre mondhatni, ahogy ő fogalmaz, hogy miért kövessem én az ideákat, mikor az ideák azok valamiképpen az ember teremtményei. Tehát egyszerre az ideák, mint adottság, másrészt pedig az ideák, mint az emberi, az ember teremtményei. Ugye ezek mozognak ott az ő gondolati horizontján, amikor elkezdi az egyetemet, tehát már tőke olvasmányok hatására, és olyan furcsa módon, de már belépve a kommunista pártba, ahonnan aztán később ugye a végzés, az egyetem elvégzése után ünnepélyesen kiteszik. Ugye ezt is írja, vagy mondja az interjúban. Tehát egy nagyon furcsa, ellentmondásos fejlődéstörténet vezette őt oda, hogy hogy az egyetemen filozófiával foglalkozott, ez az egyetemen is részben folytatódott. Az egyetem persze ebben az időszakban ugye valami egészen más dolog, mint manapság. Ugye, tehát az egyetem ez egy a szó legszorosabb értelmében szét volt rombolva, szinte, tehát a múzeum körúti kampusz az ostrom után teljesen használhatatlan volt, tehát szó szoros értelmében is szét volt rombolva, meg úgy egyébként is átvitt értelemben is szét volt rombolva, és ezeken a romokon kezdődött valami, ami részben filozófia volt, de nagyon nagy részben ugye ideológiai tárgyak oktatása volt, ezeknek a bevezetése, a marxizmus-leninizmus összefoglaló címen, de a dialektikus történelmi materializmus, politikai gazdaságtan, munkásmozgalom történet, ezt ugye persze mindannyian jól tudjuk, valamilyen nézőpontból, valamilyen szeretét még megértük, még mi is, ugye, még mi is, legalábbis mi még jártunk, kellett volna a munkásmozgalom történetre is járnunk. Jó, és akkor ebben a közegben a Munkási Gyula emlegeti, hogy ő vegyésznek, tehát természettudósnak is készült egyszerre, több helyre is beadta a jelentkezését, és aztán mindegy különböző okokból a filozófiával kezdett foglalkozni, de a filozófiának a természettudományok problémáit vizsgáló ága érdekelte leginkább, ezért a Fogarasi Béla vezette tanszék körébe
került, amennyire ugye az akkori körülmények között az a Fogarasi Béla, aki egyébként persze filozófiailag nem volt műveletlen, kifejezetten nem volt, hiszen ugye mert a 20-as években ugye a Russell a filozófia alapproblémái című művét, meg Bergsont is ő fordított, tehát ő volt megfelelő kitekintése, és ezt egyrészt kamatoztatta az oktatásban is, részben azzal, hogy Kantot is beengedte, ugye ezt is tudni lehet az interjúból. Igen, tehát ez volt az interjú egyébként 70 éves Munkási Gyula, én fényképezek. Úgyhogy én is rajta vagyok. Ez az, ami megjelent ebben az Atlantis kötetben, a Descartes Kant Husserl Heidegger Munkási Gyula tiszteletére rendezett konferencia kötetében. No, tehát Kant, ugye ez volt egy nagy élmény, hogy a Kantot be lehetett vinni, így a Fogarasi révén, meg hát, hogy a helyzetet azok is lássák, akik nem élték meg, ugye tehát ez az alaptörténete volt Munkási Gyulának, hogy a Fogarasi lemásoltatta a Lenin filozófiai füzetek című művének német fordítását, és akkor valahol a Lenin intézetben egy közös asztal sarkára tette őket, és úgy tett, mint aki nem figyel, és hagyta, hogy ellopják. És akkor ez egy nagy lökés volt a filozófusok számára, hogy beszélhettek Lenin filozófiai füzeteiről, mert nyilván sokan vagyunk, akik ismerjük ezeket a filozófiai füzeteket, tehát tudjuk, hogy ma nem nagyon adnánk a hallgatóink kezébe ezt a kis füzetecskét. Ennél persze fontosabb megint egyszer Kant, ugye, akit akkoriban a szovjet filozófusok felől, meg párt ideológusok felől ugye, átok sújtott, ugye Hegel, Kant, ez a mesterséges ellentét, amely annyiban mesterséges, hogyha mesterséges, amennyiben Kantot ki kell lőni ahhoz, hogy Hegel lehessen, illetve Hegelt kell kilőni ahhoz, hogy Kant lehessen, tehát ennyiben nyilván mesterséges. Tehát, hogy ez volt a levegőben, és a Kant ezért én forradalmi tett volt. De jó, tehát nem akarok én ebben nagyon elúszni ezzel a visszaemlékezés sorozattal. A lényeg az, hogy a Munkási Gyula egyetemistaként ez ilyen típusú filozófiai, meg történeti élmények között szocializálódott. Amire többször utal, hogy ugye volt egy adott történelmi helyzet, amelyben ő bizonyos szerepet vállalt. Az adott történelmi helyzethez tartozik, ugye, hogy részint azoknak a korai eseményeknek, tehát még a makói eseményeknek hatására, legalábbis így fogalmaz az interjúban, történt meg a pártból való kizárása nagyjából azzal egy időben, amikor elvégezte az egyetemet és megkapta a diplomát. Úgyhogy örülhetett, mondja, hogy Győrben kapott egy tanári állást, ami aztán nagyon hasznosnak bizonyult számára, mert ugye sereg részben középkori, részben 20. századi katolikus filozófiai irányzattal, a klasszikus teológiai, filozófiai problémákkal, mint az ontológiai istenér, ugye ott a püspöki könyvtár anyagához hozzáférést kapva, ott ismerkedett meg. Tehát tulajdonképpen ez a két irányú fejlődése, két irányú filozófiai szocializációja ott is szerencsés módon folytatódott, tehát egyrészt az ideák világa, tehát ugye ebben az esetben most az Aquinói Tamás Summa teológiai című műve, az ontológiai istenérvek, ugye ez az, amit mindig kiemel, hogy ezek érdekelték igazán, és aztán a 20. századi megújulás, ugye Schélert emlegeti folyton az igazán kedvenc szerzői, későbbi kedvenc szerzői, ugye Husserl és Heidegger mellett, meg Sartre. Tehát ők azok, akiket folyamatosan emleget az interjúkban is.
De ebben az időszakban persze a Grundrisse volt a Tamásnak a párja. Ugye, tehát ez a párhuzamos szocializáció, ez úgy nézett ki, hogy egyfelől az ontológiai istenérvek és Tamás a püspöki könyvtárban, másfelől pedig az országgyűlési könyvtár páncélszekrényéből külön pecsétes engedéllyel megszerzett Grundrisse. Ugye, tehát Marx és Tamás. Tehát ez a két irány, amely egyáltalán nem felszínesen, hanem nagyon mélyen kapcsolódva határozta meg a gondolkodását. Jó, és akkor ugye van egy visszatérés, amikor a pedagógiai intézet révén, ugye a központi pedagógiai intézet, ugye valami ilyesmi volt a neve, ugye ennek révén visszakerült Pestre, elkezdett tanítani az ELTE-n, és tovább művelte Kantot. Ugye ezt is sokat emlegettem, hogy ugyan nem kapcsolódott a Lukács iskolához, aminek okát részben abban látta, hogy ő valami inkább természettudományos irányból közelített a filozófiához, meg nyilván sok más is volt, erről ti többet tudtok, mint én az interjúból ilyesmit olvastam. Másrészt pedig a Márkus Györgyhöz valamilyen szorosabb kapcsolat fűzte, de többször említi, hogy ő szeminarizált a Tiszteljes kritikájából, míg a Márkus tartotta a Kant előadásokat. És aztán ez valahogyan, tehát azt hiszem, hogy ez nem jelentőség nélküli az ő gondolkodásának alakulásában, hogy a későbbiekben, amikor a Márkus a partvonalra került, vagy annál is kijebbre, akkor ugye a Herman István tartotta például nekünk, ugye, tehát nekünk is ugye Herman István tartotta az előadást, a német idealizmus előadást, míg ugye hát a Munkácsi Gyula mindig vagy szemináriumot, vagy pedig a 17-18. Századot tanította. Tehát ő valahogy megvoltak mindig a maga fő kedvenc filozófiai szerzői, gondolkodói, de ezekhez a szerzőkhöz valahogyan részben belső okokból, amelyre ezzel a két irányú szocializációval próbáltam utalni, de hogy egyfelől Marx, másfelől az úgynevezett polgári gondolkodásnak a fő képviselői, másfelől pedig ilyen külsődleges okokból, amely nyilván az egyetem meg a marxizmus leninizmus tanszékcsoport személyi, meg ilyen tudománypolitikai, vagy nem tudom, tehát ugye sok mindenbe beleláttunk, sok mindenbe nem láttunk bele, tehát mindenféle mozgásaiból fakadtak. Most én azt gondolom, hogy ez nem, ettől nem független az, amit ő maga is mindig kiemel, hogy a Margók előadója voltam. Ugye ez kezdettől fogva jellemezte őt, hogy a könyveinek a margójára írta a bejegyzéseit, meg voltak azok a legendás cédulái, amelyekkel az órákra is jött a nagy táskájában. Tehát az ő életműve tulajdonképpen a köteteinek a margóin és ezeken a cédulákon van, amelyek részben az órákon a maga improvizatív, de rendkívül jól megalapozott improvizatív módján kerültek, tehát elevenedtek meg. Tehát a jegyzetek, meg a margók és a cédulák. Ugye, tehát egyrészt ez nem független attól a kettős, kétlábú filozófiai szocializációtól, másrészt másrészt maga az intézet, tehát én azt gondolom, hogy itt most ilyen filozófusként, egy Aufke Gebenheitként értelmezem azt az intézetet, amelyet ti ismertek, mint adottságot. Tehát én úgy gondolom, hogy az, amit tehát egyfajta filozófiai programként tűzött ki célul
Munkácsi Gyula magának a filozófiai álláspontok, a lehetséges és ténylegesen volt filozófiai álláspontok tipológiájának a megalkotását, rögzítését, azoknak a kereteknek a kidolgozását, vagy amelyek mentén választ az ember ezek között a tipológiailag lehetséges, illetve adott filozófiai álláspontok között. Tehát egyfajta körültekintés lehetőségének a biztosítását. Ugye, tehát ezt is kimondja az interjúkban, tehát ennyiben nem kívülről próbálom beleolvasni, hanem nyomatékosítani szeretném azt, amit ő is mond. Tehát hogy az ő filozófiai életprogramja, amely ugye egyrészt a marxi gondolat elidegenedés központú, illetve antropológia központú, ugye ezt is sokszor kiemeli, amit a Márkustól nem függetlenül, meg de azokban az időkben a Vidrányi Kati is antropológia felől olvasta Kantot, meg aztán Ágostont is, és mindenkit. Tehát ez az egyik oldala, másik oldala a tipológia, amely egyszerre vallás, filozófiai tipológia és filozófia tipológia általában, ugye a Diltai nyomán, Diltai szokta mindig emlegetni, miközben és a Kant, ugye a Kantnak a metafilozófiai elgondolásai az in sensu kozmopolitikó értelemben vett filozófiával. Tehát ezek az ő filozófiai támpontjai és életprogramjának részei, amit ő ugye nem fejtett ki művekben, ezért is fontos, hogy beszéljünk róla, hiszen az ő életművét nem találjuk meg saját maga által írt könyvekben, hanem ő azt gondolta, hogy ezt, ha már másként nem lehetséges, akkor ezt biztosítani mindenki másnak. Ugye, tehát az ő tevékenysége az egyrészt az órákon is ez volt, ugye a többféle megközelítésmód lehetőségét felmutatni, amiről zárójelben időnként megjegyzi, hogy ezek egy konvergencia pont felé tartanak, ugye ezek a különböző elindulások, vagy kiinduló pontból folytatott kutatások. Másfelől pedig maga az intézmény, tehát én magát az intézményt, ugye a Munkácsi Gyula szempontjából úgy értelmezem, mint intézményesült formáját az adott történeti szituációban annak, hogy hogyan lehet minél több, minél alaposabb körültekintést biztosítani azok számára, akik ebben az országban a filozófiával foglalkoztak. Ugye itt több száz filozófia tanár volt, mert hogy kötelező volt mindenféle, bármifajta diploma megszerzéséhez a filozófia vizsga. Hát nagyon sok, viszonylag sok a mai helyzethez képest, milyen boldogok volnánk, lenne 600 filozófia tanár állással. Ugyanakkor a filozófia tanárok többsége nagyon, hát hogy mondjam, másodlagos módon került kapcsolatba a filozófiával, ugye kivált a vidéki egyetemeken, főiskolákon, ugye leginkább pártfunkcionáriusok próbáltak valamit tanítani ezeken az órákon. És a továbbképzőközpont ez nyilván nem a pártfunkcionáriusoknak szólt, de azoknak, akik második szakként vagy harmadik szakként levelezőn, esti képzésben bárhogyan végeztek filozófiát, és ugye ez a 70-es évek, 70-ben alapult az intézet, tehát a 77, bocsánat, 77, ugye 77. Tehát a nyugati marxizmusban, meg a nyugati gondolkodásban végbe ment ugye forradalmi jelentőségű változások nyomán, ugye itt is nagyon sokan érdeklődtek jobban a filozófia, a kortárs filozófia iránt, mint korábban, és akkor ennek kielégítésére, szóval ennek is a kielégítésére jött létre ez az intézet, amely ugye számos fórumon, vagy számos módon a körültekintés igényének kielégítését tartotta központi feladatának.
Ugye ezeket itt sokan jobban tudják nálam, ugye szemináriumokat szervezett, ugye egy vagy két fél éve szemináriumokat, Visegrádon ugye emlékezetes konferenciákat szervezett, kiadta a Filozófiai Figyelő című sorozatot, amely az akadémia filozófiai szemléjével szemben nyitottabb, rugalmasabb, cenzúrázatlan, ugyan belső terjesztésű folyóirat volt, de hát postán mindenki megkapta, aki ebben a filozófia bizniszben működött annak idején, tehát teljesen hatékonyan működött. Könyvsorozatot is indított a filozófiai figyelő mellett, amelyben teljesen aktuális témák, különböző megközelítései kaptak helyet, fordítások kaptak helyet, a körülményekhez képest megbízható, és hát viszonylag nagyobb, nem olyan nagy terjedelmű, de mégis. Ugye a kommunikatív cselekvés elmélete is, ha jól emlékszem, egy elég jelentős válogatásban, ugye elsőként ennek a könyvsorozatnak a tagjaként jelent meg. Úgyhogy valóban azt lehet mondani, hogy munkahelyügyről a jelentős mértékben háttérbe szorította a saját személyes érdeklődését, a saját személyes központjait a filozófián belül, annak érdekében, hogy ezt az intézményt létrehozza és működtesse, ugye 77-től 94-ig, ha jól emlékszem ezekre az adatokra. Tehát a filozófiailag az egyetemen aktív életének egy nagy részét töltötte ki ennek az intézménynek a működtetése, másrészt pedig az ernyővel való ellátása. Mégiscsak volt egy marxizmus-leninizmus főosztálya a minisztériumban, amelynek egyetlen dolga az volt, hogy árgus szemmel figyelje, hogy az ELTE-n a történelmi materializmus órán valóban történelmi materializmus oktatása folyik, ne pedig Kant, Herder, Hegel történelem filozófiájának, meg mindannak, ami ugye oda vezetett a klasszikusok megjelenéséhez. Tehát, hogy ne ennek az oktatása. És én még emlékszem egy ilyen leíratra, amit kitűztek a tanszék csoport ajtajára. Azt hiszem, hogy ez éppen a Piarista közben volt. Egy ilyen leírata, amelyben megintik a tanszékcsoportot, hogy tudomásukra jutott, hogy ilyen szörnyűséges dolgok folynak a történelmi materializmusnak szentelt órákon. Jó, nyilván sokat lehetne még, sokat tudnék én is beszélni erről a gondolataimról, de kivált azért, mert hiszen sokan ti ezt sokkal jobban tudjátok, megértétek. Ma látom, hogy ez teljesen más perspektíva, amikor valamilyen értelemben ernyő szerepet ugye ma is el kell játszani, vagy föl kell vállalni. Ezt ma megint egészen másképp látom, meg egészen másképp olvasom ezeket az interjúkat is, mint akkor, amikor készítettük, vagy amikor megjelentek a kötetek. Még utolsóként ajánljam mindenki figyelmébe, aki netán még nem ismerné, 2010-ben megjelent a 70-es évek filozófiai lehetőségei és valósága az NDK-ban és Magyarországon. De ez volt a konferencia címe, amelynek szövegeiből állt össze ez a kötet. Ugye itt Csikós Ella, aki maga is munkatársa volt az intézetnek, ugye ő foglalja össze a továbbképző központnak a történetét és Munkácsi Gyula szerepét ebben, ugye nagyon szerencsétlen. És tulajdonképpen amik itt szóba fognak kerülni, minden ilyen, vagy majd minden pontról van legalább egy előadása, vagy szöveg a kötetben. És olyan kuriózunként Perec László Szigeti Józseffel folytatott nyilvános beszélgetésének a szerkesztett szövege is, és megtalálható benne párhuzamosan Weiss Jánosnak a filozófus perről írott szövegével. Szóval, hogy ajánlom mindenki figyelmében, szerintem a Lármaton kiadónál most is meg lehet még kapni. Köszönöm a figyelmet!
szépen, Gábor, előadását, és 15 percünk van a beszélgetésben. Lehet a helyemről, hogy tudtam menni? Szerintem ahogy gondolod, hogy nem. Nem hiszem, hogy körülbében van a helyem. Nem, elég jó a mikrofon, de elég jó a rendszer, tehát nagyjából hallani fogja a... Jó, szóval én köszönöm szépen a Gábornak a emlékfelidézést, és nem tudom. Én ugye, szóval egy generáció vagyunk, de hogy én másoddiplomás voltam, és ezért később kerültem a munkásnyúlának a hatókörébe és a bűvkörébe. Egy évet dolgoztam aztán ilyen belföldi ösztöndíjjal az FBK-ban. És hát ott szóval túl az órákon láttam egy csomó mindent, az már az FTK működéséről. Most egy valamit szeretnék mondani, hogy én az FTK-t úgy értettem, lehet, hogy ezt rosszul tettem. Már annak idején úgy értettem, mivel Magyarországon nem volt posztgraduális képzés, ezért az FTK egy ilyen szerepet próbált betölteni, szóval én kevésbé a vidéki, az elmaradott vidéki tanárok továbbképzésében láttam ennek a jelentőségét. Volt egy kicsit, amikor ilyen arculata volt, és volt más, és a visegrádi konferenciák, az például fölvonultatta a szakma krémjét, és nem tudom. Szóval azok teljesen a szakmai összeérhetőnek. Most, hogyha nekem a három mondatban meg kellene mondani, hogy én mivel látom ma, mondjuk 2000, amikor a 17-ben, amikor a szakmánk ennyire fenyegetett, miben látom a jelentőségét, akkor azt mondanám, hogy tulajdonképpen már a 60-as évek végétől, de igazából a filozófus per után, ő volt a magyar filozófia életben az a tanár, aki ezt a historizálást, a szövegek immanenciáját, ezt a leginkább képviselte, és ezért létrejött már egy tanítványi köre. Még inkább már a 60-as évek végén, a 70-es évek elején, ezek nálunk 10-el idősebb generáció, akiknek, hát, és hogy mondtad, hogy a Marx és az egyéb olvasmányok együtt, amikor én igazából közelről találkoztam vele, az a 80-as éveknek a közepe táján volt, akkor a Marxhoz már mindig csak a takaró volt, szóval. De ez a takaró, ez máshol is működött. Visegrádban meghívunk egy-két ilyen nagyász filozófust, akik akkor voltak, a nagyász filozófusok, nem mondott neveket, úgy is fogjuk őket mondani ma bővőben. Szóval, és akkor az ő árnyékukban akkor lehetett olyanokat is meghívni, akiknek teljesen más volt a, szóval a véleményük, a beállítottságuk, és nem tudom. És mindenki tudta, hogy a lényeg az, vagy a hangsúly az azonban. Ami még nagyon-nagyon érdekes volt nekem, mint akkor mondom, hogy éppen, hogy elvégeztem második diplomával az egyetemet, az a PIFI-nek a szerkesztése volt. Igen, voltak ilyen szerkesztőbizottsági ülések, ott volt egy csomó, én akkor úgy láttam, nálam kb. 10-el idősebb, nagyon nagyképű emberek, akiket a munkási tanáról valami zsenialitással tudott kezelni, hogy akkor mit teszünk be és hogy teszünk be, de ezek az emberek ezek nagyon ötleteket hoztak is. Jó, bocsánat. Szerintem nem akarok párhuzamos előadást tartani, csak kérdés. Köszönöm szépen. Persze, tehát egyrészt a posztgraduális képzés, ez teljessége jogos, persze, természetesen, de azok az anyagok, amelyek még megvannak a Bölcsészkar Múzeum körülti kampuszának az I épületén, a második emelet egyik szobájában, azok a kompakt kazettás felvételek, amelyek készültek ezeken a továbbképző, hát posztgraduális képzést is pótolni próbáló rendezvényeken, hát azok ezt teljességgel tanúsítják. A másik meg ez a történeti dolog, ez majd még föl fog merülni, ugye Ludasi Mária fog majd beszélni róla, ha jól láttam a programon. Ugye ez az interjúk értelmezésében, ez nem egyszerűen egyfajta személyes látásmódnak a bevezetése az oktatásba volt, hanem nagyon hangsúlyosan az erőltetett szisztematikával szembeni fellépés. Tehát ugye az erőltetett szisztematika az a dialektikus és történelmi materializmus immár elért végső stádiumának a szó minden értelmében. A szisztematikává foglalása ellen
irányult abban az értelemben, hogy megmutatni, hogy még ezek a végsőként változtathatatlanként beállított úgynevezett szisztémák is történeti fejlődés termékei, és mint ahogyan ez nyilván implikálva volt benne, hogy mint ahogyan történetileg jöttek létre, úgy történetileg fenyegetve is van az ő uralkodó szisztematikai létezésük. Legalábbis az interjúban visszatekintve értelmezi így, megemlékezik egy vitáról, amelyben Szigeti képviselt egy erőteljes, szisztematikus álláspontot, ő pedig egy történeti nézőpontú álláspontot, amely ebben a keretben volt dekódolható abban az időben. Én nagyon kíváncsi volnék például, hogy Ági, te hogy látod az ő szerepét, vagy egyáltalán, mert ugye te előfordulsz ezekben az interjúkban, hogy tyútorként működtetek a Herman Istával. Igen. Igen. Ja, jó. Bocsánat. Én azt kérdezném, hogy ugye említetted ezt a Siri jegyzetekben meglévő életet. Ez nyilván egy technikai kérdés, hogy ezek a könyvek ma fizikailag a Lacinál vannak, vagy valamilyen könyvtárban vannak, vagy nem gondoltok-e rá, hogy digitális lehetőségeket kihasználva valahogy mégis nyilvánossá lehetne tenni ezeket a széljegyzeteket. A másik meg egy nagyon kis eséllyel ugyan, mert ugye ebben a nemzedékben már sokkal kevesebben gyorsírnak, de körbe kellene azt talán kérdezni, hogy nem volt-e valaki, aki gyorsírással adott esetben jegyezte magát az órákat. Mert azért ezeknek óriási lenne a dokumentatív értéke, és nekem volt egy évfolyam társadalom, aki szó szerint klasszikus gyorsírással jegyezte az órákat, és ezeket nem általa talán megmenteni. Ebben nem én vagyok parancsolja, az illetékes. Teljesen szubjektíve szólnék hozzá, és nem is érdekel semmi. Én az egyik fia, Munkácsi úr, a könyvek adott nálam. Tiltakozni a lényeg, hanem arról van. Jött el, akkor volna. Igen. Köszönjük szépen. Hát egy időben ugye terveztük, hogy legyen valami, egy időben volt is nálam két láda, amit én hát így vizsgálgattam. Hát ezek furcsa dokumentumok, ugye, tehát maguk ezek a cédulák, tehát az ember borzasztó rosszul érzi magát, amikor magukkal az üres, tehát magukkal a cédulákkal találkozik, anélkül a személy nélkül, aki forgatta őket és a haját igazgatta, és ideges mozdulatokkal kísérte a rendkívül eleven és megelevenítő előadásait. Gondolkodtunk, én most is azt mondanám, hogy folytathatjuk a gondolkodást azon, hogy vannak az opponensi vélemények, ugye itt ül Vajda Mihály közöttünk, akinek a Husserl disszertációjáról szólt az egyik ilyen opponensi vélemény. Beszéltünk is, vagy váltottunk is levelet, amelyben te, ha jól emlékszem, hozzájárultál, hogy az opponensi véleményt adott esetben publikáljuk. Tehát ugye ez tűnik számomra lehetségesnek, hogy mink ezeket az opponensi véleményeket a világosságban megjelent írásokat, azokat összegyűjteni egy kötetben. Tehát nem, azt gondolom, hogy a maga a hagyaték, ezek a cédulák, ezek nem alkalmasak a publikálásra. Nem tudom, hogy volt-e, aki ilyen gyorsírásszerűen
jegyzetet. Nekem vannak jegyzeteim ezekről az órákról, de ezek nem gyorsírásszerű jegyzetek, hanem egy félig a dolgokat félig értő embernek a jegyzetei. Tehát én ezt nem igazán szeretném kiadni ezeket. De igen, bizonyára mostanában, hogy a mostani lehetségessé váló digitális eljárással lehetne ezeket a szövegeket például. Akár ugye úgy is, hogy nyilván ott vannak kihúzások, beírások ezekbe az opponensi vélemény gépiratokba is, ugye? Tehát ezek a gépiratok természetesen ez talán egy adekvát megjelenítési módja lenne. Szóval az a helyzet, az tényleg opponensi vélemény volt, mert ő először írt egy lektori véleményt arról a könyvemről, ami időközben disszertációvá lépett elő, én nekem eszem ágában nem volt disszertációként megírni. Én megírtam azt a könyvet, mint könyvet, és akkor Szigeti Oktás azt mondta, hogy Vajdám, én nem csinál ebből egy kandidátusi disszertációt, mondom, hát mit kell azt csinálni, hát el kell látni lábjegyzetet. Hát mondom, jó, akkor teszek bele a lábjegyzetet. Hányat kell? Hát mondja, pontosan nem tudom megmondani, de viszonylag sok. Mondom, jó, holnapra hozok 98-at, jó? Azt mondta, hogy ott nem is 98-at. Mikor leírtam valamit, hát nem volt az hamis, amit odaírtam. Én úgy gondoltam, hogy semmi szükség az adott összetűnképpen nincsen. Ezt vétem meg disszertációként, hogy ő a könyvet, mint könyvet lektorálta, arra nagyon jól emlékszem, és én meg kell valljam, a nevét sem hallottam a Gyulának akkor, hát én nem jártam abban az időben a Bölcsőkarra, amikor ő ott tanított, és hát meg voltam lepve, hogy tudom, ha kijelölnek egy lektort, édes Istenem, az vagy beleegyezik, vagy nem egyezik bele a könyvbe, majd meglátjuk. Abszolút módon meg voltam lepve, hogy az ember jóval többet tud a könyvek a tárgyáról, mint én. És rettenetesen örültem neki, hogy van egy ilyen ember. Nagyon ritkán találkoztunk, de ahányszor találkoztunk, az bizonyos értelemben minden beszélgetés valamilyen értelemben egy élmény volt. Na most aztán, hogy ő írta az opponensi véleményt is. Erre én így nem emlékszem, volt ő abban a szituációban, hogy szabadjon neki egy opponensi véleményt is megírni, mert más az akadémiai kiadó írni egy lektori véleményt, és más az az örökségre írta az intézményt, amelyik intézte a PMG-t. Tudom, hogy most nem tudom, de hogyha ő volt a legjobb, komponensem is, akkor két szövegnek kell lenni, bár lehetséges, hogy a komponencia kint azt a szöveget írta meg, vagy írta át, vagy nincs ülte át, amit eredetileg lektori véleményt írta meg. Köszönöm szépen. Tehát igen, erre hivatkozik is, hogy több beszélgetést folytattatok erről, és ő is nagy örömmel gondol vissza ezekre a beszélni. Nyilván kölcsönösen felfedeztétek egymásban a Husserl iránti nagyra becsülést, meg az elmélyült ismereteket. Hát az biztos, hogy írt négy opponensi véleményt a Suki Béla disszertációjáról, Heidegger könyvéről talán az elsőt, a tiéd volt a második, a harmadik Tengely Lászlóé, a negyediket meg az a magamé. Volt, tehát ezt a négyet biztosan tudom, hogy írta. Hogy az a szöveg, amelyik fennmaradt, az lektori vagy opponensi, ezt a szünetben megnézem a gépemben, itt van beszkennelve, úgyhogy... Ez az opponensi, igen, csak hogy az, hogy a te könyvedről, hogy az lektori vagy opponensi, én úgy emlékszem, hogy opponensi, de meg tudom nézni a beszkennelt változaton, hogy melyik voltam. Köszönjük szépen, hogy a lehetőséget is kérdezik.
szívesen állok, szerintem lehet hallani, ugye, hogyha körülbelül ilyen hangerővel beszélünk. Angol. A következőkben a saját példámon bemutatom az egyik lehetséges stratégiát, amely a 70-es, 80-as években lehetővé tette, hogy komoly politikai kompromisszumok nélkül, vagy talán helyesebb volna úgy mondani, hogy a jó ízlés határain belül értelmes és talán hasznos szakmai munkát lehessen végezni. Na most a saját példámról fogok beszélni, és utálok magamról beszélni, úgyhogy nagyon rövid leszek, ezért le is írtam, mert akkor összefogottabban tudok beszélni. Könnyen lehet, hogy az első témaválasztásomban az egyetemi szakdolgozatom témája a kondiák. Étienne Bonnot, Abbé de Kondiák, 18. századi francia filozófus volt. Szóval könnyen lehet, hogy ebben olyasmi is szerepet játszott. Egy perc, mert hogy nagyon nem hallani. Nem hallani, pedig én azt... Hátul nem hallani. Jó. Szóval könnyen lehet, hogy ebben az is szerepet játszott, amit Ludasi Mária előadásának címe sugall, legalábbis az én programomban, lehet, hogy az egy korábbi, a filozófia történet, mint menedék. Gondolom ez arra utal, hogy a témának nincs közvetlen aktuál politikai vonzata, lehet írni róla, adott esetben akár még publikálni is lehet, amit az ember írt, anélkül, hogy a szövegben a szerzőnek politikai elkötelezettségéről, vagy legalábbis arról is szint kellene vallania. Nagyon régen volt, sajnos már arra sem emlékszem, hogy akkoriban egyáltalán gondolkodtam ezen. Hát amúgy meg akkoriban tulajdonképpen még nem is volt olyan nagy baj az én politikai elkötelezettségemmel. De a későbbiekben, nagyjából a 70-es évek elején, amikor már kezdtek gyülekezni a bajok, nekem is el kellett gondolkodnom ilyen dolgokon. Akkoriban úgy emlékszem, elsősorban az volt a problémám, hogy helyese egyáltalán élni az engedélyezett nyilvános megszólalás lehetőségével, hiszen az könnyen azt a hamis látszatot keltheti, hogy itt minden rendben van a nyilvánossággal. Hogy világos legyen, mire gondolok, mondok egy példát. Valamikor a 70-es évek közepe táján egy neves történész, akit egyébként én is nagyra tartottam, meghívott a Magyar Rádióba egy stúdió beszélgetésre a szellemtudományokról, és ha jól emlékszem, a szellemtörténetről. Én akkoriban már a kandidátusi disszertációmon dolgoztam, amelynek témája Dilthey volt. Rövid gondolkodás után elhárítottam a meghívást, mondván, hogy nem akarok olyan látszatot kelteni, mintha a Magyar Rádióban szabadon elmondhatnám.